Már hagyomány az Egyesített Óvodai Intézményben, hogy tanévzáró értekezleten összegzik az elmúlt nevelési évet. Ekkor a munkaközösség vezetők számot adnak az elvégzett munkáról. Idén egy kisebb változást is bevezettek az értekezlet tematikájába. Időt szántunk arra, hogy minden kolléganő elmondhatta azt, hogy mi volt a nehézség számára ebben az évben, és mi volt a legnagyobb öröm. Én úgy gondolom, hogy jó ötlet volt ez, hogy megkérdezzük a személyes élményeket is, mert sokat tanulhattak ők is egymástól. Nekem is fontos üzenettartalma volt ezeknek a véleményeknek, és igazából azt mondhatom, hogy kevés olyan komoly probléma merült föl, ami akár intézményvezetői intézkedést kívánt volna. Tehát összességében jól érzik magukat a kolléganők, jól érezték az elmúlt nevelésében, boldogok azok, akik a minősítésen átestek. Szinte mindenki elmondta, hogy az a csoda, amit a gyerekektől kapnak, az pótolhatatlan számukra, tehát a mindennapi örömforrásuk ebből táplálkozik. Ezt az alkalmat szokták kihasználni arra, hogy az intézményen belüli saját díjaikat is átadják. Minden évben odaítélik az év óvónője és a technikai dolgozók közül a pedagógiai munka támogatásáért díjat. Ebben az évben két kolléganő kapta a Szabóni Horváth Anikó és Hoffmann Károlyné Dajka néni. Anikó óvodatitkárként dolgozik, Erzsike pedig a Napfény óvodába Dajka néni. Mind a ketten többletmunkát végeznek a munkaköri leírásokon túl, vállalnak olyan feladatokat, amik az intézmény minőségének javulását eredményezik. 26 éve dolgozok az intézményben, 12 éve ebbe a Napfény óvodában. Nagyon szeretem a gyerekeket, ezért is választottam ezt a pályát 26 évvel ezelőtt. No, édesapám, itt van ez a fadarab, vigye vissza a királynak, és mondja meg neki, hogy csináljon ebből a fadarabot orsót, rokkát, szülőszéket, és akkor én is megcsinálom neki a vászlót. Visszamegy az öregem, mert a királyhoz, és mondja neki, hogy mit üzent a leánynak. Hey, te öreg ember, úgy látom, hogy okos, meg szép is a teányod. Hozz ide, hagyj látom. Egy perc, két perc, és már ott is termett a leány a király szín előtt. Na úgy látom, te leány, hogy nem csak okos vagy, hanem szép is. Te az enyém, én a tied, ásókapa és a nagy harang választon el minket. Köszönöm, hogy meghallgattad. Jó, hogy eszünkbe jutott, hogy hozd meg ezt az érdényt a kolléganőket, de nem csak ezért hívtanak ki Erzsikém, hanem a nevelőközösségünk úgy döntött, hogy ebben az évben a pedagógiai munka támogatásáért díjban Hoffmann Károlyné Erzsikét részesíti. Indoklásban annyi minden volt, Erzsike, hogy ez nem is fér bele, hogy még mesélni is ilyen szépen tudsz, és ilyen bátor vagy, hogy vállalod a szereplést a közösség előtt is, a délutánon is. Én azt szeretném, hogyha megőriznéd ezt a tulajdonságodat. Benne volt az indoklásban, hogy mennyire aranyos vagy a gyerekekhez, milyen sokat finomultál az elmúlt évek alatt, és az a sok-sok plusz munka, amit a tehetségedből, így nevezem azt a varni tudást, ami Erzsikében rejlik, az intézmény javára fordítottál, mert hisz Erzsike varta meg az asztalszoknyákat, Erzsike készített nagyon-nagyon sok keresztényzéses ajándéktárgyat. Köszönjük neked ezt a sok időt, energiát, amit ránk fordítottál nagy szeretettel, és szép útra kívánok. Nem tudtam a mai napról úgy semmit se. Egy kicsit izgultam azért, mert ugye ez az intézmény fogadta most ezeket a vendégeket, és ugye nekünk kellett eltelni
A utolsó percben tudtam meg, hogy a mesét, amivel indultam a városi rendezvényen, azt elő fogom adni, de hál' Istennek sikerült előadni úgy, ahogy mindig szerettem volna elmondani, meg el is mondtam annak idején is a rendezvényen. És ezáltal miután elmondtam a mesét, akkor tudtam meg, hogy a pedagógiai segítői elismerést én kaptam meg, és nagyon jól esett, nagyon jól érzem magamat, és ebbe a közösségbe is, meg az egész intézmény területén nagyon jól érzem magamat, és örülök, hogy itt dolgozhatom. Úgy döntöttünk ebben az évben, hogy 2 díjat adunk át a pedagógiai munka támogatásáért. A másik díjazott, aki ebbe a díjban részesült, intézményi szinten végez, nagyon sokszor, nagyon sok szeretettel, nagy-nagy szorgalommal, sok-sok kilométerrel olyan munkát, ami elismerésre méltó, és ami méltóvá teszi erre a díjra. Szabóni Horváth Anikó. Az év óvodapedagógusa díjat pedig Rozsnyai Zsoltné Ildikó kapta, a Nyitni Kék óvoda tagóvoda vezetője. Ő is nagyon lelkiismeretes, nagyon szorgalmas, sok részt vállal a pályázatírásba, nem régóta vezető, de úgy tűnik, hogy megőrizte a jó közösségi szellemet ott a Petri telepi óvodába, a jó kapcsolatot tart az iskolával is, és őt ítélte a nevelő közösségünk most méltónak erre a díjra. Döntött a közösségünk ebben az évben is az év óvónője díj odaítéléséről, ami többségi szavazással, de azt gondolom, hogy nagyon megérdemelten kap az a kolléganő, aki mostantól viselheti a nyakába büszkén ezt a kis logónkat, mert nagyon szorgalmas, nagyon lelkiismeretes, nem kis feladat hárul rá, tagovoda vezetés mellett, Bozsik programozik, sokat küszködik a riasztóval, fotózik, kamerázik. És hol van Ildi? Rozsnyai Ildi. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a nevelő közösség és az intézményvezető nekem adta ezt a díjat az éves munkáért. Nagyon sokat dolgoztunk mindannyian, ezért nem gondoltam, hogy én benne leszek ebben a névsorban, vagy a jelöltek közt. Ez egy tünemény, amikor a gyermek a szeretetét feléd kinyilvánítja, simogatja a hátad, megfogja a kezedet, és azt mondja, hogy szeretlek. És amikor a szülő azt mondja, hogy nagyon örül, hogy ebbe a csoportba jár a gyermek, mert hogy sokat foglalkozunk vele, és nagyon sokat fejlődik a gyermeke látja, az azt gondolom, hogy az mindennél többet ér. Ezt az alkalmat ragadták meg arra is, hogy a közelmúltban Brunswick Teréz díja kitüntetett Zagyváné Varga Ilonát együtt intézményi szinten is megköszöntsék. Van egy nagy büszkeségünk, Zagyváné Varga Ilona intézményvezető helyettes megkapta ebben az évben a Brunswick Teréz díjat, a miniszteri kitüntetést, aminek nagyon-nagyon örülünk, nagy összefogás volt az ő felterjesztése mögött is, és igazán boldogsággal töltött el az egész intézményt, hogy Ica is méltónak találtatott erre a díjra. Nemrég kapta meg a óvodapedagógusok, úgy gondolom, hogy legnagyobb kitüntetését, a Brunswick Teréz miniszteri díjat, amit el is hoztál. Nézd csak, ez egy másmilyen. Mutasd már. Nézd.
Mindannyian tudtátok, hogy fölterjesztettük, itt szállt a polgármester asszony kezdeményezte a fölterjesztést, hát nyilván én koordináltam, de ugyanúgy, mint az én esetemben a kistérség is minden, kistérség minden óvodája, nálunk minden óvoda nagy szeretettel és őszinte tisztelettel viseltetett, amikor erre a hírra felterjesztettünk, itt szállt úgy, hogy mindenkinek a szeretet üzenete, a köszönete ezért a sok-sok évér, amit itt töltöttél, de még most nem búcsúzunk, majd csak évnyitókon. Úgyhogy ebből az alkalomból fogad szeretettel a nevelőtestületünknek egy kis szerény ajándékát, amit Andi nyújt át mindannyiunk nevébe. Ez a díj nem csak nekem szól, hanem annak, amit az egész óvodai egység csinál, mert azért egymagában az ember semmit se ér. És ezek a díjak, meg főleg olyanok, hogy nem ismernek, nem tudják, ki vagyok, nem tudják, mit csináltam, csak azt, ami a papíron van, annak hittek. Tehát a papírra meg nyilván megint nem azt írtad, hogy milyen kedves, aranyos, szép kis asszony, hanem azt írtad, hogy mi mindent csinál ez az óvoda, és abban én részt vettem. Nálunk az óvodában hagyomány, hogy évente kiosztunk díjakat, és annak az átadásának egy ilyen ünnepélyes nevelési értekezlet ez végül. Hát sejteni is sejtettem, hogy nem úszom én meg ezt köszöntés nélkül, de Inci aztán tegnap előtt már ideadta a napi rendet is, és ugye az is benne volt, hogy Zagyváne Ica köszöntése. De egyébként most kivételesen annak ellenére, hogy nem nagyon szeretem az ilyen alkalmakat, most én is úgy készültem, hogy ha nem köszöntöttek volna is, én elmondtam volna, hogy mindenkinek köszönöm a segítségét, a munkáját, mert a nevelőtestülettel én így utoljára találkoztam, mert szeptembertől nyugdíjas leszek, és én a legkomolyabban úgy gondolom, hogy ez a díj egy ember nevére szól, de a testületnek is része van benne, mert nyilván, hogy azt tudta leírni Inci és a többi felterjesztő, hogy mi minden sikerült ebben az óvodában, és én ebben milyen részt vállaltam. Ha itt nem folyna jó munka, vagy tessék-lássék, akkor egy ember kiteheti a lelkét, akkor sem halad. Tehát én a legőszintébben úgy gondolom, hogy az a minimum, hogy megosztani az örömöt a lányokkal, megköszönni, és úgy tovább lépni. Kegyes nép, mosolyog!